biokompozit íjnak, hogy megmutatjuk a fölajzását, illetve a leajzását. A biokompozit íjaknál szemben az extra 3 kompozit íjakkal nem kell olyan sokáig állogatni és bélegtetni fölajzás után, tehát simán föl lehet ajzolni. Egyetlen egy fontos dolog van, hogy a leajzást nagyon lassan kell végezni. Igazából a fölajzást is, de a leajzást még lassabban. Tehát most megmutatom a biokompozit íjnak a fölajzását. Tehát egészen egyszerűen ugyanúgy ajzol föl, mint bármilyen másik hagyományos íjat. Tehát ugye most fölajzottam, és ez azonnal használata kész, tehát nem kell vele semmit csinálni. Itt egy a lényeg, hogy lassan kell csinálni. Na most jön a lényeges rész, a leajzás. A biokompozit íjakat a hosszabb fölajzás után nagyon lassan kell leajzani. Megmutatom, mennyire lassan. Tehát megfogom, megtámasztom. És most jön a lényeg, hogy leakasztom a húrt, és teljesen lassan engedem vissza. Tehát szépen lassan, nagyon lassan. Itt egy picit megtartom. És ennyire lassan. Erre azért van szükség, mert... még egyszer visszaajzom. Erre azért van szükség, mert hogy amikor fölajzom az íjat, akkor... és hosszú ideig fölajzva hagyom az íjat, akkor a szaru az képes tizedeket, akár 1-2 mm-t is összenyomódni összességében, és hogyha hirtelen leveszem róla a húrt, akkor elrepedhet keresztbe, tehát hogy elkerüljük a szarulemeznek a sérülését, repedését, ezért még egyszer kihangsúlyozom, hogy nagyon lassan kell levenni róla a húrt. Tehát így megfogom, szépen lassan, nagyon lassan engedem vissza, hagyok a szarulnak időt, hogy kicsit visszanyerje az eredeti állapotát, tehát nem hirtelen fordítom át ellentétes irányba, és ennyi az egész.